A tömeg agresszív, a tömeg agresszív! Hallatszik innen is, onnan is a rendfenntartásra kivezényelt katonai alegység soraiból. Nem tudni pontosan, mi robbantotta ki a konfliktust a KFOR misszió 27. váltása a tatai zárógyakorlatának fiktív forgatókönyvében a helyi lakosság és a külszolgálatra készülő állomány között, de az biztos, a tárgyalások nem hoztak eredményt. A feldühödött emberek először csak nyomdafestéket nem tűrő szavakkal provokálták a katonákat, majd kövekkel, üvegekkel, autógumikkal kezdték dobálni őket. A VTR-rel támogatott rendfenntartó erők zárt alakzatban, az előírt védőfelszerelésben szorították egyre hátrébb és hátrébb a tömeget. Egy ponton az indulatok teljesen elszabadultak. Molotov koktélok tüzei lobbantak, előkerült a gázálarc és a poroltó is. A rendfenntartóknak sikerült a barikád mögé szorítani a tüntetőket, majd annak elbontása után a BTR is megindulhatott. Helyzeti előnyüket kihasználva, szakszerűen végrehajtott csapatmozdulatokkal, összehangolt akciókkal végül sikerült a magaslatról szűk, mélyebben fekvő zárt völgybe terelni a rendbontókat, akik így csapdába estek és kénytelenek voltak megadni magukat. A tárgyalások immár folytatódhatnak, a váltás pedig felkészült a külszolgálatra.